A csontritkulás maga, már a nyitó ábra is érdemel egy pici magyarázatot, maga a csontritkulás nem fáj. Ez egy látens betegség, sunyi háttérben támad, és a következményei azok, amelyek sebészi megoldást igényelhetnek. Picit szerencsétlen, hogy Ferenc főorvos asszony kénytelen volt elfoglaltsága miatt elcserélni az előadását, így magáról a csontritkulásról önök idén a sebészeti eljárások után kénytelenek előadást hallgatni, ami azt is jelenti, hogy az alapokat egy picit nélkülözzük sajnos. Nos, ez egy nemzetközileg elfogadott terminológia, az aging spine. Ugye angolul aging azt jelenti, hogy idősödünk, ahogy a populáció is korosodik és idősödik. A spine a gerinc, és ennek egy külön tudomány ága fejlődött ki az utóbbi évtizedekben, nyugodtan mondhatom, hiszen a populáció is egyre idősebb, egyre többen vannak azok, akik eddig vagy korábban szokatlan betegségeket, állapotokat kénytelenek elviselni, vagy ezzel együtt élni, és ehhez az egészségügynek, a társadalomnak bizony alkalmazkodnia kell. A gerinc szakaszait, azokat látjuk ezen az ábrán, és azt, hogy mit művel az oszteoporózis az idősebb generációval, erre aztán lesz több más példa is. A gyengülő csontminőség sajnos fonódik, nem csak gyengül, hanem rosszabb minőségű is lesz a csont. Ennek következtében elsősorban a szivacsos csontnak a alakja változhat meg, a gerinc csigolyáinak a korpusza, tehát a teste magassága csökken, illetve deformálódik a test súlya igénybevétele hatására. Még az egyenes gerincet a bal oldalon látjuk, addig ezt a meggörbült csonthiányos gerincet a jobb oldalon. Az is jól látható, hogy aránytalanul csökken a magassága az egyes komponenseknek. Tehát hátul, ahol dominál a kérgi csont, a erős, más típusú, mint a kenyér héja. Ugye ott is a belseje az puha, a héja pedig megsül és keményebb lesz. Nagyjából így kell elképzelni a csontokat is. Van egy héj szerkezete, kérge, és van egy belső tartalma, ami lényegesen puhább. Vannak olyan csontok, amelyekre a kérgi jelleg dominál, ezek a csöves csontok, tehát például a combcsontunk, vagy a karcsontok, de ilyen a borda csont is, és vannak olyan csontok, illetve csont részek, ahol a szivacsos csont dominál. A szivacsos csontnak egy másik nagyon fontos szerepe van, ugye benne történik a csont velő, benne helyezkedik el a csontvelő, és benne történik a vérképző elemeknek, illetve a vér alakos elemeinek a képzése. Túl azon, hogy maga a csontritkulás idővel okozhat deformitást, a gyenge csontszerkezet bizony meg is roppanhat. Ha megroppan a csigolya, akkor és ott hirtelen alakul ki. Tessék, parancsolj, lecsücsenni. Azért is? Hát persze, van itt helybőven. Tehát ha bekövetkezik egy ilyen törés, akkor egy hirtelen minőségi változás következik be. Egyrészt felpuhul a szerkezet, elmozdulás lehetséges ott, ahol eddig nem volt, hiszen a tördarabok egymáshoz képest el tudnak mozdulni, és ezt nekünk izomból kell megtartanunk, vagy külső segédeszközzel kell megtartanunk, ahhoz, hogy fájdalmatlan legyen, bízva abban, hogy majd természetesen átépül. Ez az ábrapár azt mutatja egyébként, vagy arra hívja fel a figyelmet, hogyha a csontszerkezet maga erős, önök el tudnak képzelni egy olyan kockát, egy olyan vékony falú műanyag kockát, vagy papírkockát, amiben homok van, színültig töltve, és erre valamilyen erő rácsap, mondjuk az én öklöm, vagy egy kalapács, akkor mi történik? Akkor ez a homok szétdurrantja, szétrepeszti azt a bizonyos kocka szerkezetet. De ha a kockában nincsen semmi, és a szerkezet elég vékony, akkor rácsapunk, és magába zömül. Nagyon hasonló a példa erre, hogyha én hirtelen, ugye nem tudom, kinél van varázspálca, ha én hirtelen eltűnök az öltönyömből, akkor az összefonnyadva lepottyan.
picivé válik. Na, ilyen a szerkezet nélküli, vagy gyenge szerkezetű csigolya megroppanása, mert nincs benne annyi anyag, hogy azt szét tudja durrantani. Ebben van jó is, meg persze van rossz is. A jó hír az, hogy ahol sok az anyag, ott a robbanás hatására idegi kompresszió, adott esetben bénulás jöhet létre. Ilyeneket hallunk néha, ugye, amikor magabiztos, kissé kapatos fiatalok fejest ugranak a bokáig érő vízbe. És akkor csodálkoznak, hogy valami nem stimmel utána. Mert azokat a csigolyákat érő behatás robbant. De az is igaz, hogy ugye a gyenge csontszerkezet az nem normális, ugye? Nem úgy születünk, illetve a fiatal korunkban nem gyenge a csontszerkezet. Tehát a gyenge csontszerkezet az valamilyen módon patológiás, beteg, patológiás. Beteg lehet, vagyis patológiás lehet csigolya mástól is. Lehetséges például, hogy mielómás, vagy leukémiás jellegű, tehát a vérképző szervek, ami ott lakó a csontban, ugye, annak van valami betegsége, burjánzik, és a csontnak a belső tartó gerendázatát, a tartó szerkezetét meggyengíti. Ez a meggyengült tartó szerkezet ugyanúgy fog reagálni az őt ért behatásokra, mint hogyha ez csak egy csontritkulás lenne. És ugyanez történik akkor is, hogyha egy úgynevezett litikus, vagyis csontot pusztító, daganatos áttét jelenik meg a csontokban, pontosan ugyanúgy reagál az őt érő erőbehatásokra. Mi következik ebből? Ebből az következik, hogy alapvetően helyes és fontos tisztázni, hogy egy ilyen patológiás törés az milyen okkal jött létre. Tehát nekem nem elég csak úgy látni a törést, hallgatni a fájdalmat és a panaszt, és azt gondolni, hogy erre majd jó lesz a kálcium, meg a egyéb kezelések, amiket Ferenc Orvos asszony nyilván el fog majd mondani, hanem nekünk igenis tisztázni kell azt, hogy milyen eredettel következett be ez a törés. És az idős emberekre jellemző még sajnos az is, hogy megkopnak. Kezdetben jól működtek az izületek, aztán később már nehéz fölállni a székből, meg leszedni a polcról azt az akármit, meg elvinni odébb a virágot, meg fiam, gyere, csináld ezt is, meg azt is csináld meg. Tehát az izületeink is megkopnak, márpedig a gerincben rengeteg ízület van. Nagyon fontos tudni, hogy egy-egy úgynevezett mozgásszegmentum, vagyis az a aprócska egység a gerincben, amelyekből sok van, és amely miatt mi el tudunk végül is egy mozdulatot végezni. Ugye, az sok apró részből tevődik össze. A kígyó se csak úgy behajlik, aztán 90 fokba ott lesz, hanem az egy kört alkot. Mi is egy kört alkotunk, illetve a kör egy részét, bármerre is mozgulunk, az így fog történni apránként. Egy-egy ilyen mozgásegység az két csigolyából és a köztelevő porckorongból áll. A porckorong az a szokványos értelemben nem ízület, az csak egy olyan belapulásra képes valami, ami megengedi, hogy két csigolya egymáshoz képest más alakot vegyen föl. Viszont minden porckorong magasságában hátul van egy-egy kis ízület, illetve egy pár kis ízület, így is hívják őket, és ezek az apró ízületek, amelyek nem sokkal nagyobbak adott esetben, mint ami új perceink között lévő aprócska ízületek, pontosan ugyanolyan felépítésűek egyébként, tehát tükörporc borítja őket csúszó felszínekkel, és van egy tokjuk, egy hártyájuk, belső hártyájuk és egy tokjuk, tehát mindenben ugyanígy működnek. Magyarul ezek az ízületek, ezek szerves részei a gerinc működésének. És együtt kell őket figyelembe venni. Vannak olyan emberek, akiknél a csontos struktúrák sérülnek, kopnak és mennek tönkre, míg az ízületek egész jók. Vannak olyan emberek, betegek, akikben az ízületek mennek tönkre, és a csontos struktúrák nagyon is jók. És vannak olyan emberek, betegek, akikben mind a két struktúra tönkre megy, pestiesen és fiatalosan szólva a szívás. Tehát ott baj tud lenni, többszörös baj tud lenni. Na most, ha
az ízületi rendszerre gondolunk, akkor nem állunk messze az igazságtól, hogyha az instabilitás fogalmát, a deformitás fogalmát és a csatornában, a gerinc csatornájában kialakuló szűkület fogalmát, mint hármas egységet kezeljük. Ezekkel kell a gerincsebésznek a harcot fölvenni, ha a konzervatív kezelés esélytelenül vagy alkalmatlanul került bevetésre. Alapvető igazság az, mivel tulajdonképpen nem daganatos és nem töréses és nem fertőzéses, tehát nem valami megkülönböztetett dologról van szó, alapvető igazság az, hogy konzervatív kezeléssel kell kezdeni. És mindaddig, amíg a konzervatív kezelésnek esélye van, addig a sebészi megoldásokat nem szabad elővenni vagy leporolni. De abban az esetben, hogyha a konzervatív kezelés nem működik, abban az esetben a sebészi kezelés még mindig hatékony lehet. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni az én olvasatomban, hogy egy nagy csoport beteg, mint bárány, tartozik a reumatológus, ideggyógyász, tehát a konzervatív kezeléssel foglalkozó emberek alá, és vannak fekete bárányok. Tehát van olyan bárány, szegény, aki semmi módon nem gyógyítható azokkal az eszközökkel. Mit csinál erre a jó juhász? A bárányt elengedi, igaz? És mondja neki, hogy ad muníciót, és mondja, hogy ott a sebész, tessék oda fáradni és megnézni. Mit csinál a sebész? A sebésznek eszközei vannak, a sebész kénytelen a beavatkozást feltételekhez kötni, és meg kell arról győződjön, hogy ő ezt megteheti-e az adott pacienssel. Egyfelől alkalmas-e a páciens arra, hogy egy bizonyos műtéti típust kibírjon, mint globális egész? Másfelől van-e neki olyan problémája, amit én, mesterember létemre meg tudok szerelni? Mert ha valamelyik ezek közül nem stimmel, akkor nem én vagyok az ő embere. És hát itt néha baj van, mert mit csinál az a szegény fekete bárány, akit innen elküldtek és ott nem fogadtak be? Ott a fájdalom maga a probléma válik alapvető gonddá, és azzal kell törődni. Tehát például megoldani az otthoni létet, a fizikai környezetet, a fekvőhelyet, az, hogy hogy tudok felkelni, hogy a napjaim hogy zajlanak, ki vigyáz rám, stb. Illetve a fájdalmat, mint önállóvá váló entitást kell gyógyítani tulajdonképpen bármi áron, ha csak mód van rá. És ennek szintén számos technikája van. Ez is egy fontos aspektusa a kérdésnek. Mi az, hogy törés? Mert ugye arról beszélünk, kompressziós törés. Mi az, hogy törés? A törés definíciója így hangzik, egyszeri, adekvát erőbehatásra kialakuló folytonsági hiány a csontban. Tehát perecelek egy nagyot, valami eltörik, nem csodálkozom, ugye, mert azért nagy erőbehatásra ez megtörténhet, és akkor legalább tudjuk, hogy mi okozta és mi lett belőle. De a patológiás törés, az viszont klasszikus értelemben csökkent ellenálló képességű csontot érő kisebb erőbehatásra alakul ki a csontra jellemző alap megváltozása. Ilyen általában az oszteoporotikus törés. Tehát a patológiás törések oka lehet, ennek megfelelően ugye már beszéltük, részben a csont ritkább szerkezete, ami egy globális általános eltérés, tehát ugyanúgy érvényes elvileg a kis ujjamra, mint a csigolyáimra, és lehet daganatok, ez vérképzőszervi, adott esetben primer vagy áttéti. Igazság szerint 55-60 éves kor fölött a gerincben az áttéti daganatok dominálnak. Tehát ha gerinc daganatról beszélünk, akkor a gyereknek, fiatalnak, fiatal felnőttnek a primer, gerincben keletkező, általában csontos, porcos, stb. Tumora a gyakoribb, még időskorban az áttétek. És a patológiás törések következménye lehet, előbb, mintha láttuk volna ugyanezeket a szavakat a degeneratív betegségek esetében, instabilitás, deformálódás és sztenózis, vagyis szűkület kialakulása. Beszéljünk az oszteoporózisról, mert azért jöttünk. Tehát az oszteoporózisban a testmagasság csökkenése ritka kivételektől eltekintve megtörténik. Nem csak a testmagasság csökken, hanem általában a test aránya csökken.
Ez azt jelenti, hogy rövid lesz a törzs, megmaradnak a hosszú lábak, már az eredeti hosszúságú lábak, és ez sajnos itt lehet látni, hogy mivel jár együtt, azzal, hogy a bordák azok közel kerülnek, vagy éppen ráülnek a medence lapátra, és borzalmasan tud fájni. Na most ez nem sebészi kérdés, sajnos, mert ezzel a, tehát nincs az a technika, ami egy gyenge szerkezetet meg tud nyújtani anélkül, hogy annak a veszélye fönnállna, hogy az visszarogy, csak akkor már csavarok is lesznek benne, amelyekkel pont nem törődik egy gyenge szerkezetű csont. Ez csak, ugye készül az ember az előadásra, bújja az internetet, mert azt önöknek is ajánlom, csak jó kulcsszavakat, meg kereső szavakat kell betenni, és találtam ezt a jópofa tekergős ábrát. Gyakorlatilag azt mutatja, hogy a csontritkulás, ha kezelik, akkor nem lesz ugyan eredeti jó minőségű csontszerkezet, de lényegesen erősebb lesz. Tehát ezt kell nekünk csinálni, hogy ne rottyanhasson meg, ne törhessen meg. A krónikus csigolyatörések, tehát hogyha ez nem gyógyul ki belőlünk magától vagy sebészileg, akkor egy csomó mindent okozhatnak. Hátfájdalmat például, alvászavarokat, szorongást, depressziót, csökkent önbecsülést, hogy nézek ki, csökkent mi ez itt, eleséstől és újabb töréstől való félelmet adott esetben. Vannak kivételek. Korai tehetségérzést, az activity of daily living csökkenése, vagyis a napi tevékenység csökkenése. Ugye? Inkább nem csinálom, nem megyek ki, fekszem, többet pihenek. Ez összességében mit jelent? Csökkent életminőséget. De a tünetek is kialakulnak, például a testsúlycsökkenés, hogy nem tud annyira egy krónikus fájdalommal, az emberek nem tudnak annyira enni. Elváltozások alakulnak ki, és összességében sajnos igazolták, hogy egy kicsit korábbi halálozás is várható. Tehát törésekről beszéltem, nem a csontritkulásról, hanem ha megmarad bent fájdalmas törés, ami ráadásul kifózist, illetve alaki deformitást is okoz. A csontritkulásra jellemzők ezek az úgynevezett bikonkáv. Tehát ugye látjuk, hogy eredetileg a porckorong mellett lévő zárólemez az egyenes, vagy közel egyenes. A csontritkulásban a porckorong alapvetően nem érintett, benne a nyomás megmarad eredeti, de a szomszédja nem olyan ellenálló már, a csigolya. Ezért jellemző a röntgen felvételekre, hogy modellált alakú, úgynevezett bikonkáv csigolyák alakulnak ki, ami jellemző a halakra, ezek halcsigolyák. Ezek mind halcsigolyák. Ez is csak nagyobb. Tehát innen van a halcsigolya kifejezés, hogyha majd hallják, illetve a bikonkáv kifejezés. Itt látszik, hogy ez hogy modellálódik a csontszerkezet, ezek MR felvételek, olyan mágneses rezonancia felvételek, ez például, ahol az agyvíz az világos színű, vagy ahogy fogalmaznak, jelgazdag, ugye a radiológusok, itt viszont a T1 súlyozott felvételen jelszegény, és ennek megfelelően tudjuk értékelni az eltéréseket a szerkezetben. Tehát egyértelműen látszik ez a bikonkáv fölfele és lefelé hajló csontszerkezet. De ugyanez látszik mieloma multiplexes betegen is. Ő nem, alapvetően nem csontritkult, persze, azzá válik a betegsége következtében, de őt nem lehet egyszerűen kálciummal kikezelni a bajából. Tehát nekünk fel kell ismerni a problémát. Sokszor röntgenen ez nem is látszik, hanem csak a mágneses rezonancia vagy a CT felvételeken látszik. Na most ez a kérgi csont és ez a szivacsos csont szerkezet. Ugye emlékeznek rá, hogy mi történik. Elől a csigolyatestben van a szivacsos csont, hátul van a kérgi csont. A kérgi csont megmarad magas, a szivacsos csont az összenyomódik, és ezért púposodunk meg. A normál és a oszteoporotikus csontot látjuk itt. Ez szivacsos trabekuláris csontról van szó. Ez a különbség. Ugye itt is nagyjából ezt látjuk. És hát mikrotechnikával vagy nagy nagyítással ez itt a probléma, hogy egyszer csak valahol elkezdenek eldurranni az elemi összeköttetések.
Tehát amikor 1000 nád van, de egy valahol elvásik. Ettől kezdve a 999 egy picit több terhet visz, de már nem eléggé egészséges ahhoz, hogy ezt elbírja, és akkor pak-pak-pak-pak. Ugye? Emlékeznek arra, milyen az, amikor belelép az ember a szűz hóba? És lent vagyok. És hogyha nagy tappancsot használunk, mint az északi népek, akkor fönnmaradok. Ugye? Minden erőviszonyok kérdése. Ez is erőviszonyok kérdése. Ha erős a csont, akkor a porckorongot kibírja, a porckorong nyomását. Azt is kibírja, hogy én megfogom a tál levesemet. Sőt, kibírja azt is, hogy fölemelem a locsolókannát. Még azt is kibírja, hogy azt előre is nyújtom, és pipiskedek vele. De ha gyenge ez a csontszerkezet, akkor valahol adott esetben elképzelhető, hogy elroppan. Hogy ez ott lesz-e, hogy én csak fekszem az ágyban, éjjel. Nem működik az izomzatom, nem tart össze, hiszen nem vagyok magamnál, és ezért az összes izom elrenyhül. Nekem van egy jól bevált 26 éves matracom, ami megtartja a fenekem formáját most már, ugye? És abban, amikor a végképp kikapcsol az izomzat, akkor én abba szépen plutty beidomulok, igaz? A csigolya pedig kap egy terhelést, egy féloldalas terhelést. És reggelre úgy ébredünk, hogy ez nagyon fáj. Tehát arányok kérdése, mennyire tart az a csigolya, és milyen erőbehatás éri. Tehát amikor én azt mondom, hogy az életmódot úgy kell kialakítani, hogyha lehet, akkor ne törjön, akkor beszélünk arról is egyfelől, hogy ne essünk el, tehát lássak jól, ne legyek rest fölvenni az okulárémat, érezzem jól a talajt, és igenis tegyek róla, hogy ne legyen gyűrött szőnyeg, meg küszöb, meg nem, amiben el lehet botolni, és ha csak mód van rá, az egyensúlyomat őrizzem meg, figyelemmel arra például, hogy egyes gyógyszerek is egyensúlyvesztést és szédülést okozhatnak. Tehát ne essek el, mondja az oszteoporózist gondozó ember, ha már elestem, azonnal vizsgáltassam ki, és pillanatok alatt kerüljek vissza a normálisba. Ha ez műtéttel megy, csak akkor műtéttel, ha műtét nélkül, fűzővel, egyebekkel megy, akkor azzal. Nem esünk, és vissza a normálisba. És ugye a WHO szerint a statisztikák alapján a négy leggyakoribb osztoporotikus törés, a csuklótörés, a felkartörés, a csigolyáknak a megroppanása és a csípőtájtörés. Mit gondolnak, melyik a leggonoszabb? Ez az, mert az elviheti az embert. Pontosan így van. De ezek se kutyák. Ez csak egy ábra arra nézve, hogy a normál gerinchez képest hogyan alakul át ugye az a gerinc, amelyik megroppan. Tehát látjuk azt, hogy hol a súlyvonal eredetileg egész közel a csigolyákhoz, és hol a súlyvonal azon a gerincen, amelyik púpossá vált. Egész előre kerül. Nos, ha valaha próbáltak már egy pálcát eltörni, vagy csináljunk egy gondolatkísérletet, ez elején nehezen indul, és minél jobban behajtom, annál könnyebb lesz. Mert az anyag már nem tud ellenállni. És a vége az lesz, hogy eltörik. Hol törik el? A közepén általában. Vagy ahhoz nagyon közel. Ezért a görbület közepén, és furcsa módon az emberi gerincen a két görbület határán törik el leggyakrabban csigolya. Tehát az alsó háti felső lumbális, torakális 12, lumbális 1, és a középső háti csigolyák, torakális 6-7-8. Ezek a leggyakrabban törők. Mi a probléma a kompressziós törések esetén? Egyfelől instabilitás, tehát ugye a szerkezet megbomlott, instabillá válik, másfelől viszont hajlamos arra a test súlya és tevékenység hatására, hogy kifózis, tehát háti púp fokozódjon és alakuljon ki. Amennyiben ilyen nem alakul ki, akkor magára hagyható, és minden törés körülbelül, minden csigolyatörés körülbelül 3 hónap alatt meggyógyul. Ennyi a rászállható idő. 3 hónap. Elején nagyon fáj, és mint egy ilyen exponenciális egyenlet egyre kevésbé, és a végén azt se tudom, mikor gyógyultam meg, mert jól lenni az nagyon jól esik az embernek. Úgy a probléma, ugye, amiről már beszéltünk, hogy szövődés degeneratív esetekkel
eltérésekkel. Tehát, hogyha degeneratív problémák a töréssel szövődnek, osztoporózissal szövődnek, az már probléma. Na most a kompressziós törés kimenetele háromféle lehet alapvetően. Meggyógyul magától. Erre adhatunk 3 hónapot, esetleg egy picit többet. Ez a legtöbb. Kifotizálódik, vagyis a sorozatosan készült röntgenek, mivel permanens fájdalmak állnak fenn, mutatják azt, hogy egyre alacsonyabb a csigolyatest. Akkor be kell avatkozni. Célszerűen 4-8 hét között valahol sebész megcsinálja a vertebroplasztikát, később lesz róla szó. Tehát cementtel megerősítjük a csigolya szerkezetet. És 3, ahol nem igazán fáj olyan nagyon, de mégis nem alakul ki kifózis, de valami talán, ezek a krónikus törések sosem olyan rossz, hogy elmenjek, de azt egy idő után megunom. És ezek, akik ilyenkor jelentkeznek, ez egy késői manifestáció, ezek a krónikus törések, ezeket a legtöbb esetben sajnos nyílt műtéttel lehet már csak megoldani, de van egy kisebbség, akiknél még mindig megcsinálható, végrehajtható a vertebroplasztika, a cementezés. Ezekről lesz szó mindjárt. Tehát a kérdés az, hogy melyik csigolyát, mikor és pontosan hogyan operáljuk. Ez egy algoritmus, amit nem lehet természetesen jól látni, de nagyjából ugyanez derül ki, csak még az is benne van, inkább talán a egészségügyi személyzetnek, hogy mikor milyen vizsgálatot kell végezni, ahhoz, hogy tovább tudjak lépni, és el tudjam dönteni, hogy melyik kategóriába sorolom a beteget. Sebészi vonatkozások, kompressziós csigolyatörés, ezt ugye megbeszéltük, hogy patológiás törésnek kell tekinteni. Azt is tudjuk, Ferenc Vörös asszony fog erről beszélni, hogy kb. Az egy harmada, illetve egy negyede az okoz tüneteket ezeknek a töréseknek, 3/4 pedig egyáltalán nem. Tehát készül egy röntgen, valamilyen esemény vagy probléma kapcsán, és azt látjuk, hogy valamikor hajdanában történhetett kompressziós törés a csigolyán, csigolyák valamelyikén vagy többen is, de egyáltalán nem biztos, hogy erre emlékszik az illető. Mert tünetmentesen zajlott le. Probléma viszont, hogyha perzisztál a fájdalom és deformitás alakul ki, valamint probléma, hogyha a probléma az is, hogy a megroppanás gyakran nem látszik azonnal. Ugye történik egy esés, megfájdul a háta, bemegy a STK-ba, készül egy röntgen, és nincs rajta semmi, elküldik haza. Ilyenkor a gondos megfigyelő, tehát orvos, főleg akkor, hogyha a fájdalmak igenis fönnállnak továbbra is, akkor egy olyan 7-10 nap után egy újabb röntgent készít, amin már általában látszik a disznóság. És akkor annak megfelelően kell a kezelést végezni. Tehát nagy fájdalom esetén 4-8 hét után augmentáció, az augmentáció az megerősítést jelent. Tehát ugyanúgy cementezés, mint a vertebroplasztika, csak az a plasztikai oldalról fogalmaz, mi pedig a megerősítés oldalról itt. És krónikus esetben, ha a terhelés nem bírja a beteg, és maradt elég csontállomány, akkor is el lehet végezni, ahogy az előbb beszéltünk róla, akkor is el lehet végezni ugyanezt a beavatkozást. A cement beinjektálása az egy csontos közegbe történik. Tehát, hogyha a csontom felszívódott nagy részt, vagy alig van már belőle, akkor semmi értelme nincsen cementezni, mert nem tud mihez kötni. Tehát az egységem nem marad meg. És ilyen esetben a cement ki is nyomódhat, hiszen ott nyomogatom, hogy egy instabil környezetben. Magyarul a vertebroplasztika attól, hogy elvégzik, nem feltétlen hasznos, sajnos. Nagyon meg kell gondolni, hogy milyen esetben végezzük. Amennyiben elhal a csigolyatest, az az érdekes, hogy ezek a krónikus esetek, amiről beszéltünk, az első leírójuk egy Kümmel nevű úriember volt, radiológus, 1891-ben írta le. Tehát nem új keletű a csontritkolással való foglalkozás, amikor élett a röntgen, akkor találtak olyan dolgokat, amik már akkor szemet szúrtak. Tehát sebészetről beszélve végezhetünk perkután műtéteket, azaz bőrön át szúrva, csak egy kis manipulátorral, egy csővel végezzük el ezeket a műtéteket. Mi az előnye ennek? Csak úgy gondoljuk végig. Nincsen seb.
Ugye? Tehát ha én berakok egy protézist, egy csípő protézist, ekkorát kell nyitnom, mert az egy nagy valami. Tehát az akármennyire minimál invazív a mostani technika, azt ki kell nyitni, azt oda be kell rakni, óriási sebfelszín keletkezik, és a beteg az elején azzal van elfoglalva, hogy hogy éli túl magát a műtétet. Tehát nem azzal, hogy fú, milyen frankó a protézis, hanem hogy hogy éli, fú, a mindenit, ez nagyon fáj. Egy ilyen minimál invazív technikával végzett műtét egyik csodája az, hogy csak a hasznot kapja. A bajt azt nem nagyon. Ugye, hát ha csak valamit el nem rontottunk, mert csak az nem vét, aki nem dolgozik. Tehát perkután technikával kezdetben más technikát alkalmaztunk mostanságban, megint picit mást mindjárt mutatom. És elképzelhető, hogy a nyílt műtétek valamelyikét kell megtegyük, hogyha azok a feltételek nem állnak fenn, amelyek alapján a perkután műtét végül is elvégezhető, felvállalható. Ilyenek tehát, például a vertebroplasztika, ugye a perkután műtétekről beszélve, a látható szám igaz, 1984-ben egy francia úriember kezdte bevezetni, hemangiómás, tehát jóindulatú érdaganattal rendelkező csigolyában, méghozzá C2, vagyis nyaki csigolyát augmentált ő először cementtel. Egész máshol tart most a világ, ugye nagyjából csontritkulásban alkalmazzuk. Aztán később, 97-ben valaki kitalálta, hogy mi lenne, hogyha a hógolyó technikát alkalmaznánk. Ugye milyen a hógolyó? Fölveszünk egy nagy adag havat, ami puha, alakítható, és gyúrunk belőle egy tömött kojlóbist. Hát mi van, hogyha mi belenyúlunk a csigolya testébe, ott egy ballont fölfújunk, és az szét, mi össze, ő szét, nyomja a tört darabokat, alkot egy héjat, egy relatíve kemény héjat, és mi abba törtjük bele a cementet. Jó ötlet, nem? És van esély elvileg a hidraulika segítségével, a balon segítségével emelni egy kicsit a megrottyant szerkezeten, hogy visszaállítsuk az eredeti rendközeli állapotot. Aztán valaki kitalálta azt, hogy jó, de mi van akkor, hogyha ezt a ballont mi fölfújjuk, utána kivesszük, és abban a rövid időszakban, amíg kivettük, és a cementet be tudjuk injektálni a helyére, az alatt a testben végül is csökken az üreg. Tehát veszítek a magasságból, amit elértem nagy nehezen. Ezért az érgyógyászatban a szív, koronária, stentek, ugye? Berakok, nem egy ballont rakok be, hanem egy titán mest, gyakorlatilag egy hálót, körkörös vagy hengeres hálót, ami megtartja az átmérőt. Ezt mi is meg tudjuk csinálni, csak a csigolyába csináljuk meg. És utóbbi időben pedig egy olyan elnyert vagy hódít teret, miszerint az időskori csont nem csak szerkezetében más, de anyagszerkezeti tulajdonsága is változnak, ami azt jelenti, hogy lényegesen puhább, képlékenyebb, mint a fit, az erős, a jó csontállomány. Ezért megpróbáltak, illetve gyártottak olyan szilikonbázisú csontcementet, vagy anyagot, ami ki tudja tölteni a csigolyát, pont úgy, mint a kétkomponensű műgyanta, vagy polimetil metakrilát, viszont lényegesen puhább. Tehát most a kísérletek, a világ ebbe az irányba fordult, hogy a idős csont szerkezetéhez, anyagszerkezetéhez közelebb álló tulajdonságú tömőanyagot próbál felhasználni. És bármikor alkalmazhatunk biológiailag aktív anyagokat, ami a bioüvegtől kezdve, csoda tudja még, ezek általában úgy vannak megoldva, hogy csonttá alakulnak szép lassan, ezeknek egyértelmű hátránya, az előzőekkel szemben, hogy nem adnak primer stabilitást. Tehát megcsinálom a beavatkozást, és ugyanolyan plöttyett az egész. Magyarul föl kell a beteg, és azt mondja, doktor úr, biztos, hogy megoperált? Ez pont ugyanúgy fáj, mint ahogy eddig fájt. És ezt úgy nem szeretjük. Megmondom őszintén, tehát ott áll szembe a beteg, és most mit fogok neki mondani, hogy nyugi, majd 3 hónap múlva. De te azért operáltuk meg, mert 3 hónapot nem akart várni, meg nem bírt, meg fájt neki. Tehát ezek olyan fából vaskarik a dolgok, illetve úgy lehet őket alkalmazni, hogyha nyílt technikával egy csavaros, ácskapos rendszerrel megvédjük.
Na de hát, értik, akkor már hol vagyunk a perkutántól? Tehát érdekes dolgok ezek. Ugye az indikáció már végigvettük, konzervatív kezelésre nem csökkenő helyi fájdalom, terhelhetetlen gerinc, progresszív kifózis, puposodunk. A beteg alkalmassága, altathatóság, ezt is érintettük, tehát hogyha ő, az altatóorvos azt mondja, hogy nem, akkor ezt helyi érzéstenyítésbe kell megcsinálni. Helyi érzéstenyítésbe ilyen pipec, finomkodó munkát korrektül megcsinálni, ráadásul úgy, hogy majd mindjárt végigmegyünk a potenciális szövődmény lehetőségeken, nincs értelme belemenni. A mi intézetünk tehát csak altatásban vállal, ha valaki nem altatható, akkor nem is operálható a nézetünk szerint. A csigolyatest alkalmassága elegendő, csontállomány, beszéltünk róla, ehhez viszont ezt meg kell ítélni, hogy MR felvételen még gyógyulóban van-e a törés. Mert van olyan törés, ami még egy fél év után is még mindig képlékeny és gyógyulóban van, azt lehet cementezni. De ideálisan 4-8 hét a megroppanás után végezzük el ezt, és ugye itt van az a szám, hogy mikor kezdtek fölfigyelni a dolgokra. És nem szabad, nem lehet, nem érdemes műtétre vinni azt a beteget, akinek meggyógyult a törés. Ugye én számos alkalommal kapok reumatológustól, vagy kollégáktól úgy beteget beküldve, hogy van egy törése. És akkor nézegetjük egymást. Neki fáj a háta, most hát fáj a háta, én látom a törött csigolyát, és fogalmam nincs, hogy érdemes-e őt elaltatni, beledugni azt a csövet, belecementezni, mert hogyha az egy már nem, már összeépült csont, tehát én nem azt mondom, hogy eredeti méretű, hanem már deformáltam, meggyógyult. Azt én hiába cementezem, semmi eredménye nem lesz. Tehát gyógyult törést nem cementezünk. Altatásra alkalmatlan beteget sem cementezünk, és perkután műtétre alkalmatlan csigolyatestet, azt pedig megint csak nem cementezünk. Tehát ezt nekünk el kell dönteni. Ez a vertebroplasztika. Törött csigolyába tűt juttatunk és cementet. Ez a kifoplasztika. Ballont növelek benne, ugye? Nagyjából így. Kihúzom a ballont, helyére egy csövet dugok és becementezem. Tehát ez a ballon kifoplasztika. Ravasz, ötletes eljárás. Mit gondolnak, mennyibe kerül? Hát túllőttek a célon, óvatos duhajok, 1 millió forintba kerül. A vertebroplasztika, az elődje, az pedig, ha sufni tuningba megcsinálják, tehát vesz az ember egy biopsziás tűt fillérekért, vesz kilóra cementet, tesz bele, nem vicc, fillérekért, belekever röntgenelnyelő anyagot, én ismerek olyan praxisokat, számos van Magyarországon, aki így dolgozik, akkor fillérekből 50.000 forintból vagy 40-ből meg lehet csinálni. De nem ugyanaz az eredmény adott esetben, tehát függ attól, hogy mi pontosan milyen csigolyát és hogyan kell megcsináljuk. Legtöbbször a sima vertebroplasztika elég. Annál is inkább, mert az utóbbi években a szakma arra ment ki, hogy egyre és egyre úgynevezett viszkózusabb, vagyis sűrűbb csontcementet dolgozzanak ki. Erre alapvetően két technika van. Az egyik az, amelyik már megkeverésétől kezdve sűrű. Tehát, hogyha kertésztára gondolnak, én se sütni, se főzni nem tudok. De azt mutatta a nagymama annak idején, hogyha a vajlingot így a tésztával megborította, akkor a tészta azt mondta, hogy na, menjek, ne menjek, és akkor elindult lefele. Ilyen a cement, a jó cement. Tehát nem is tudom hüvelykújjal csak úgy benyomni egy injekciós fecskendőn keresztül, hanem hidraulikus préssel kell megtegyem. Na most vannak ilyen cementek, amik megkeverjük, már sűrű. És van olyan lehetőség is, mert a cement az bizonyos behatásokra, például hőre elkezd gyorsan szikkadni. Van olyan lehetőség, hogy egy ilyen elektrotermális melegítő részen egy pisztolyból nyomom át, és ahogy átmegy a hő előtt, abban a pillanatban ő jó lesz. Miért fontos ez? Mert hosszú ideig tudom használni adott esetben egy betegnél, egy keveréssel több csigolyát meg tudok csinálni, mert van 20-25-30 percem. De az a csigolya, amelyiken éppen dolgozom, az a megfelelő fajta féle cementet kapja. Tehát spórolni lehet adott esetben vele.
Ez a stentoplasztika, ugye beszéltünk róla, tehát ez az, amikor benn marad, a ballonnal csinálom a tágítást, de a ballon kinyom egy ilyen hálót, és a háló ott marad, nem engedi, hogy összezuhanjon a csigolyatest. Ugye sajnos a ballonról ez leválik, tehát a következő, tehát egy kétszeres törött vagy háromszoros töröttnél újabb és újabb szettet kell használnom. Nos, ez körülbelül mai áron olyan 400 ezer forint körül, 450 ezer forint körül van egy ilyen stentes rendszer egy csigolyára. Ha hármat kell csinálni, az már 1,5 millió körül vagyunk. Ugye? Tehát azért ezek nagyon drága dolgok. Most elindult a mozgalom Amerikába, a magánbiztosítók lehúzzák az ellátásról. Azt mondják, azért, hogy 3 hónappal előbb legyen valaki, vagy 2 hónappal előbb fájdalmatlan, azért ők ennyit nem fizetnek. Ezt viszont így nem lehet kimondani, mert abban a pillanatban a biztosítottak lelécelnének adott esetben, hanem elkezdték, gyűjteni az adatokat, az olyan jellegű adatokat, hogy ezek a betegek nincsenek is olyan jól. Úgyhogy évekkel ezelőtt megjelent néhány cikk Új-Zélandról, ahol a megítélésünk szerint nem túl jól összeválogatott betegkörön azt bizonyították be, ugye már későiek voltak, stb. Azt bizonyították be, hogy a vertebroplasztika nem éppen hatásos dolog. Tehát ez egy érdekes, forrongó kérdés, mi nap mint nap, hétről hétre látjuk a betegeinken, megfelelő indikációval, jól végzett műtét, az mennyire hatékony. Na és itt van 2 cementezés, jól látszik a különbség, ugye? Ez egy diffúz, ez egy tömbös. Ez a ballonos jellegű cement elhelyezkedés a csigolyatestbe, ez pedig a csak egyszerűen beleinjektált vertebroplasztikás cementezés. A ballonnal ugye meg tudjuk az eredeti magasságot, meg tudjuk emelni. És ezt az emelt helyzetet fogjuk rögzíteni, de fektetéssel is tudunk, tehát kevesen tudják önök közül elképzelni, hogy mit művel a sebész önökkel, hogyha elalszanak. Sok mindent, például ilyen ívbe fektetjük szegényeket, és akkor kinyúlik a csigolya bennük, mert ugye a saját testtel húzom én meg, és akkor nagyon szépen meg lehet csinálni. Ugyanazt az effektust elérni, mint a ballonnal érném el, csak a ballonnal ott feszegetek, itt meg nagyon óvatosan. Böhler, amikor a könyve megjelent a 20-as években, de nem ebben a században, akkor azt írta, egyrészt ugye már idéztük, hogy 3 hónap alatt egy ilyen törés meggyógyul, másrészt pedig bemutatta, hogy hogy kell kezelni az ilyen töréseket, begipszelték az illetőt, a hasán kihagytak egy kis helyet, hogy lehessen látni, hogy széna vagy szalma nem alakul-e valami rosszul, de a gipsz úgy került föl, én még gipszeltem így beteget, hogy 2 asztal közé fektették, az egyiken volt a mellkasa, idáig körülbelül, a másikon a medencéje, a 2 között lógott a hasa. És hagytuk egy darabig. És akkor ugye ebből a helyzetből hirtelen, lassan egy ilyen helyzet alakult ki. És hogyha ott csinál az ember egy röntgen felvételt, akkor azt látja, hogy ez a fonnya csigolya, ez kitelt. Na jó, ha elengedjük, futni adjuk, akkor megint visszamegy. Ezért ráraktak egy gipszet, és azt mondták, hogy majd 1,5 év múlva levesszük. És ezek szépen peckesen hazamentek. Ki szokott önök közül számítógépezni? Tessék megnézni a Spine Tango YouTube Spine Tango fájlt, ami egy borzasztó érdekes fájl, mert így indul, egy ilyen embert mutatnak, még a fejére súlyt is raknak, hogy ezt milyen jól kibírja így, hogy védi ez a gipsz. Úgyhogy ezek régi dolgok. Na, áttérünk lassan az esetekre. Ez egy sokszoros csigolyatörés, látni talán lehet, hogy egyrészt a púp az ágyéki gerincen, ami egy ívet alkot, egy hasi irányba pozitív ívet alkot, ott a púp az nem olyan lesz, hogy kis púpból nagy, hanem az ív az kezd elfogyni. Tehát kiegyenesedik a gerinc, itt kéne legyen egy 45-60 fokos ív, ehelyett van egy pár fokos csak. De az is púp, mert attól én ugyanúgy előrébb vagyok. Tehát itt érdemes beavatkozni, és ugye ezek a vertebroplasztikázott csigolyák, így néz ki. Tehát megmarad a cement szépen a csigolyában általában, majd mindjárt mutatom, hogy mikor nem. Ez egy egyszintes vertebroplasztikának a képe. Itt nagyon szépen összeválogatott ábrákon elvileg lehet látni, hogy helyezkedik el. Ugye itt egy kicsit hátra kifolyt, itt.
Ez egy olyan beteg, ahol szintén csak sima vertebroplasztika történt, itt például a fektetéssel önmagával 13 fokot tudtunk nyerni, itt 24-et, ez egy nagyon üres két csigolya volt itt egymás mellett szépen fel. Mit gondolnak, mi ez? Egy hatalmas, meszes szív pitvar. És azért hagytam meg ezt a képet, nem azért, mert a központban ott van vertebroplasztika, hanem hogy ilyen beteget is műtétre lehet vinni, mert nem vérzik, pillanatok alatt megvan. Tehát gondos kezekben, jó ellátással a nagyon beteg is megoperálható. Ez azért egy jó példa, mert itt több szériába törött a beteg, ez volt a friss törése, és ezt nagyon szépen lehetett 16 fokba korrigálni, de az öreg töréseket, és erről beszélünk, hogy idősült törés, ami már átépült, azon már nem tudunk alakilag változtatni. Tehát ott semmiféle változás, 0 fok. Ugye csak hát az elején, ez sok évvel ezelőtt történt, több mint 10 évvel ezelőtt ez a vertebroplasztika, az elején még ez nem volt annyira biztos. És hát aztán vertebroplasztika. Cementünk volt, időnk is volt, megnyomtuk a csigolyákat, baj nem lett belőle, csak minek. Aztán hát van olyan, ugye, aki a betegséget én a műtéttel nem operálom ki a betegből egyáltalán. Tehát, hogyha továbbra sem viselkedik idézőjelben, továbbra sem kezelik mondjuk az oszteoporózisát, stb., akkor marad a baj, és újra el fog hozzám jönni. Ugye itt látszik, hogy hányszor kellett újra cementezni, aztán egyszer azt mondtam neki, hogy elegem van. Őt a hetes csigolyáját rottyantotta meg, és jött megint két hónap múlva, hogy akkor csináljuk meg. És az ember szerintem kénytelen tanulni. Tehát ugye mi történik? Majd fogjuk látni. Az történik, hogyha hosszú ideig az embert így hagyom ebben a púpos helyzetben, és utána fogom és erővel kiegyenesítem, már minden szövete rövid. Visszavágyik. Eléri, visszakerül ugyanabba a deformált helyzetbe sokszor. Tehát néha jobban járunk, szégyen a futás, de hasznos, mondta nagypapa, amikor sakkozni tanított, ugye, és a királynőt mentettük. Itt is szégyen a futás, de hasznos. Egyszer kezet kell fogni a beteggel, és azt mondani, nézze, én háromszor megcsináltam, most is nagyon szívesen, de nulla értelme van, mert a nyakáig nem mehetek föl vele. Egyet ott kell hagyni. Ez egy jó hely volt, nem volt nagyon deformált, nem fájt annyira, láttuk a friss törést viszontlátásra. És eljött 6 év múlva, és csináltam egy röntgent, és nem lett több törése. Úgyhogy ez jó, jó döntés volt. Ez nagyon érdekes ábra, mert ez a VAS, az a Visual Analog Scale, az azt jelenti, hogyha, ugye ez az, hogy 10-es skálán hányas a fájdalma. Erről beszélünk. 10-es skálán átlagosan az operálásra kerülő betegeknek egy ilyen 7,5-8-as fájdalma van, és mikor hazamennek 2-3 nap múlva, akkor pedig ilyen 1,9-es. Tehát ez azért egy drámai segítség nekik. Mondjuk ez csak a hazamenetelkor, és nyilván meg kell nézni évek múlva is, ami elveszi az ember kedvét attól, hogy 10 éven keresztül kövesse a betegét ezzel a fajta kérdéssel, az, hogy annyi minden más betegségünk is van, és az ember nem nagyon tud különbséget tenni, hogy ettől vagy attól vagy amattól, úgyhogy ez egy meggyőző különbség. Szövődmények. Hát ugye félfolyékony valamit juttatunk be egy területre, a szövődmények között lehetséges, legvalószínűbb az, hogy azonnan ki fog folyni. Hát egy törött egységről van szó, annak lukai vannak mindenfele. Kifolyhat a semmibe, csak a környezetbe, azzal praktikusan nem kell törődni, de kifolyhat az ereken, itt lévő ereken keresztül, a hasi nagyerekbe, a vénába, és följuthat a szívbe, és embóliát okozhat a tüdőben, és kifolyhat a gerinccsatornába is, ahol is idegi kompressziót okozva, ugye egyik bajból a másikba pottyanunk. Tehát ezek megtörténhetnek. Itt vannak ilyen senki földjére, porckorongba, előre, ide-oda kifolyó kis cementek, ezeknek meg se érzi a beteg, tehát nincs jelentősége. Ez a B-típusú, ami ugye kifolyt a idegcsatorna felé, a gerinccsatorna felét, látjuk, hogy az teljesen, majdnem teljesen elfoglalja. Ugye a betegnek egy napig nem volt különösebb baja, amikor fölkeltettük, akkor nem örült annyira, és hát itt érdemes műtétileg kivenni
a teret helyreállítani ismét. Ez nagyon-nagyon ritka. Itt pedig hát látunk ilyen kifolyást, ami a globális teret annyira nem csökkenti, és ezzel megint nem volt teendő. És a általunk detektált egyetlen egy olyan kifolyás, ami az érbe megjelent, itt tetszenek látni, hogy érbe benyúló kis cement darabka van, és ennek a betegnek volt is egy ilyen tüdőemboliára jellemző kis folyadékgyüleme, de ez minimális volt, és hál' Istennek maradéktan meggyógyult. Az érsebész meg azt mondta, hogy ő a maga részéről direkt ilyen stenteket, meg érpótlásokat, 10-20-szor ekkorákat berakasz, hogy ő nem törődne ezzel a cementtel semmit. Úgyhogy így aztán követtük egy évig a beteget, készült még két CT, és sohasem baj nem volt, máig él. Tehát ez nem feltétlen probléma, hogyha egyébként biológiailag velünk együtt élni képes anyag bekerül egy olyan helyre, ahova nem való, észnél kell lenni. Tehát a perkután műtét előnyei, amikről már mi beszéltünk, ennyi nyomot hagy. Ez három csigolya két oldalról való műtétjének a nyoma. Ezt csak azért tettem be ezt az ábrát, hogy lássák, hogy alapkutatásokban is haladunk. Az egyik ilyen volt a Café Study, ami az áttétes betegek nél kialakult kompresszós törések cementezésében való részvételt jelentette egy nemzetközi kutatásban. Ez már lezárult, és az OTKA, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok keretében kaptunk pénzt arra, hogy különböző cementezéses technikákkal, kadáverből, tehát elhalt személyeknek a csigolyáiban, azokat letisztítva és megfelelően megoperálva, nyomókísérlettel próbáljunk rájönni arra, hogy a mikrostruktúra hogy viseli ezeket a különböző cementezési típusokat, és ebből következtessünk, hogy a saját betegeink azok mivel járnak jobban. Ez még zajlik, ez a vizsgálat. Ilyen egy tipikus nyomás görbe, ugye ellenáll, 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 majd elkezd elfáradni az anyag, és amikor tönkre megy, akkor hát fokozatosan összenyomja a gép, ami 3 tonnával bír nyomni, tehát messze fölötte van annak, mint amit normálisan. Na, vége fele közeledünk, köszönöm a türelmüket egyébként. Egy-két esettel terhelném még önöket. Egy hölgyről van szó, akinek a háti 12-es csigolya test az ekkor otthonában elesés kapcsán 2012. augusztusában roppant meg, és eltelt 2,5 év, és akkor hozzánk került, mert elunta a dolgot. Tehát annyi panasza volt. Látható talán, reményeim szerint, hogy itt ez a csigolya, ebből nem sok maradt. Tehát ugye egy ugyanilyen kocka kéne legyen, ehelyett egy ilyen kis háromszög, ványat háromszög lett belőle. Ez itt összességében egy elég nagy szögtartomány. Itt a két fehér lapnak, vagy fehér vonalnak egymással párhuzamosnak kéne lennie. Az MR felvételből az is kiderül, hogy ahogy a két szomszédos megmaradt csont összenyomta ezt a szerencsétlen L1-es csigolyát, az oda egészen kivándorolt egy csontdarab. Hál' Istennek nem okozott olyan idegi kompressziót, ami őt durván bántotta, de hát nem sokon múlott. Ugye? Most, hogyha ebbe belenyúl az ember, akkor nem teheti meg azt, hogy csak úgy cementezget, mert az a cement ki tudja hova folyik, és az épp, hogy meglévő egyensúlyt fölboríthatja másfelől cement, ezt nem lehet helyreállítani a stabilitását ennek a gerincnek. Tehát itt egyetlen egy dolog jöhet szóba, az úgynevezett korpektómia, magát a korpuszt, a testet kell eltávolítani, persze a hátsó elemekkel együtt, mert nem tudjuk elvégezni magát a műtétet, és akkor történik meg az, hogy a helyét egy nagy adag cementtel töltjük ki, és ezt viszont olyan csavarokkal kell rögzíteni, amelyeket betiplizünk valósággal a csontba, vagyis cementet küldünk előre, és annak megszikkadása előtt csavarjuk bele a csavart. Ez egy eléggé erős tartószerkezet. Így néz ki CT-n, ugye egészen helyre állta ez volt, 55 fok, és ez lett. És ugye fekve, milyen érdekes, fekve csak 40 fokot mér az ember, megnyomjuk, tudtam, hogy ez lesz. Na mindegy, oké. Most emeljek vissza, tehát állva 55 fok, fekve 40 fok, és abból lett 7 fok, nem nagyon csodálkozunk, hogy a fekvő CT-n és az álló röntgenen nincs különbség, mert vasak tartják, illetve T
titán szerkezet tartja. A második esetünk egy még nagyobb görbület, 107 fok. Varga főorvos úr operálta gyönyörűen ezt a beteget 2010-ben. Ugye jókora görbületről van szó, és itt a nyilakkal azt szerettem volna érzékeltetni, hogy ahol egy ekkora görbület van a gerincen, ott a hátsó szövetek azok mind jól megnyúlnak, az előső szövetek itt a piros nyíl kapcsán meg mind jól összemennek. Tehát amit mi művelünk, ugye ez a CT-je a betegnek a műtét előtt, hogy mit fogunk vele művelni, és ez a végeredmény. Tehát amit mi ilyenkor művelünk, az hátul kutyát érdekli, de elől jól megfeszíti az összes szövetet. Na most itt 43 fok lett a 107-ből, ugye? 107-ből 43 fok, ami egy kitűnően elfogadható állapot, főleg az előzőnek a függvényében, de nem véletlenül van ez itt, mert eltelt néhány év, aktuálisan 4 év, és már látjuk azt, hogy a 43-ból 49 fok lett, tehát vesztünk a korrekcióból, ez sajnos gyakori probléma az ortopéd traumatológia műtéteknél. Azt is látjuk, hogy hol, ugye átvág a csavar a puha csonton, itt látványosabb, igaz? Ez a csavar benne van a kockába tökéletesen, ez pedig a szélére támaszkodik. Itt van kinagyítva. Ez volt, ez lesz. Harmadik eset. Hagyjuk a sallangot. Törött csigolya. Úgy ítéli meg az operatőr, hogy nem kell egy teljes korpektómiát végezni, valószínűleg ki se bírta volna a beteg, hanem elég, hogyha jó erősen megerősítjük ilyen augmentált csavarokkal a környezetet, és magát a törött csigolyát is jól föltöltjük cementtel, így aztán egy relatíve kisebb műtéttel lehet kibírni. Itt vannak a CT felvételek, gyönyörű egyenes lett. És akkor látjuk azt, hogy a természet visszaköveteli, amit elveszünk tőle. Tehát én nem azért hoztam ilyen eseteket félrejött, és ne essék, hogy mind ilyen, szó erről nincsen. De azt mindenképpen érdemes látni, hogy érdemes ezt az egész törés dolgot az elején elkapni, ha lehet, akkor sebészhez kezelni megítélésre, vagy kerülni megítélésre, főleg, hogyha ha problémák vannak. És végezetül egy utolsó beteget szeretnék mutatni, aki nem került műtétre. Ő egy 77 éves nőbeteg, 91 óta vannak gerinc panaszai. Ugye ez felveti annak a lehetőségét, írtam is, hogy nem tisztán oszteoporózisról van szó, hanem ez egy kopott beteg. Ugye 2009-ben jelentkezik nálunk, akkor egy 12-es háti törés alakult ki, de észleljük a kivizsgálás során, hogy elég ramagy a gerincének az alsó része is, megtörtént ez a törés, és az alsó végtagi ereken már akkor kimutatták a vizsgálatok, hogy nagyon súlyos érszűkülete van. Tehát hármas probléma. Na most a torakális 12-es törés, különösen, hogyha az nem fáj nagyon, attól nyugodtan élhet, az ereitől nem biztos, hogy annyira, tehát ér sebészhez kerülő küldésre, és 2013-ban meg is műtik egyébként, azzal teljesen jól van. Közben 11-ben nálunk járt egy L2-es töréssel, kettővel lejjebb, ugye ez alatt már a lumbális csigolyák jönnek, az egyes, majd a kettes. Ugye megvolt a műtétje, és készül egy MR felvétel, amin látjuk az eléggé szűk gerinccsatornát, többszörös törés utáni állapotot, a megcsúszott 4-es csigolyát az 5-ös fölött, a tönkrement és átépült 5-ös porckorongot. 2014-ben ismét megerősödő fájdalmak, megroppant keresztcsontot találunk nála, ugye az nem nagyon műtéti eset, tehát továbbra is konzervatíve kezeljük, majd ez egy idő után, ugye gyakran csináltatott MR-t szegény magáról, mert most mi lesz,
egy idő után meggyógyult, tehát nem tudok visszamenni. Tehát az a törés, amit kialakult, az a törés az mostanra már teljesen meggyógyult, de se baj, mert van egy négyes törése, tehát ő azért nem hagyja abba önmagát, és ugye szerencsétlen már csak totyogva jön a rendelésre, de nem tudunk vele mit tenni, mert ez egy véget nem érő történet. Tehát van, akinek a sorsa ilyen, és abba én nem tudok sebészként belenyúlni, mert ő törököt fogott és nem ereszti. Ismerik ezt a mondást, ugye? Hoztam egy rózsát. Úgyhogy én köszönöm a türelmüket.